Garai Gábor, bizalom. S ha százszor is becsapnak, és ezerszer csalódom abban, kinek szívemet, mint álmából a rózsát kitakartam, s ha épp az árul el, kit életemmel fedeztem én, s ha tulajdon fiam tagad meg, s ha nem harminc ezüstért te egy rongy garasért adnak el engem barátaim, s ha megcsal reménység, s ha kudarcaim térre kényszerítenek, és elátkozom már, hogy megszülettem, s ha csak a bosszút hizlalja a hála híveimben, s ha rágalom kerít be, akkor sem mondom, hogy nem érdemes. Akkor sem mondom, hogy nem érdemes hinni az emberben. Akkor sem mondom, hogy megélek magam is néptelen magányban, mert irgalmatlan az élet. De csöndes szóval eltűnődve mondom, Bizalmam sarki kitárt kapu. Nem verhet rá lakatot a gyanú, ki bejár rajta bárki, szabadon. Egy besurrant csaló tiszteletére nem állítok őrséget tíz igaznak. Kit tegnap itt a gyöngeség bemocskolt, megtisztálkodva ma betérhet újból. Ki két élő késsel jött ide ma, köszönhet holnap tiszta öleléssel. Nem, nem a langyirgalmat hirdetem, nem hirdetek bocsánatot a rossznak, kegyelmet a hazugnak. Nem tudok mentséget a könnyes képmutatásra, s az öngyilkos szemvergést gyűlölöm, akár a nyers önzés orftámadását. De hirdetem, hogy bűneink mulandók, mint a mamut és az ősgyík, a múltba porlad a gyűlölet és a gyanakvás. Dühünk lehűl, csak szerelmünk örök. S halandó gyarlóságai között csupán maga az ember halhatatlan. Kélelhetetlen gyötrelmei ellen irgalmas vára bizalomból épül. és az önmagával vívott küzdelemben csak jósága szolgálhat menedékül.